Kedves kollégák, folytatjuk a pszichiátria előadásokat az ötöd év számára a Pécsi Tudományegyetemről. Mai alkalommal a biológiai terápiákról szeretnék beszélni. Ugye a biológiai terápiáknak a pszichiátriában alapvetően egyszerűsítve két nagy családja különíthető el, így a pszichofarmakológiai kezelések és a nem gyógyszeres biológiai kezelési módok. Ugye a pszichofarmakológiai terápiákat, ugye gyógyszertani ismeretekre utalok vissza, ugye úgy lehet csoportosítani, mint az antidepresszívumok, az antipszichotikumok, hangulatstabilizátorok, a szorongásoldók és a demencia kezelésére használatos szerek, ezeket fogjuk végig követni. Míg a nem gyógyszeres biológiai kezelési módok közül ugye az elektrokonvulzív terápia, az alvás megvonás, a fényterápia, pszichiátriai sebészet és egy újabb kezelési mód, a TMS, a transzkraniális mágneses stimuláció az, amit meg lehet említeni. Ugye, hogyha az antidepresszívumok fele fordulunk, akkor ugye azt lehet mondani, hogy klasszikusan ugye a tetraciklikus antidepresszívumok voltak azok, amelyek ugye a pszichiátriában depresszió kezelésében áttörést hoztak, ugye az 50-es évek végétől, 60-as évek elejétől, és ezek a szerek jó részt ma is elérhetőek, azonban a mellékhatás profiljuk az eléggé színes, elég sok mellékhatással bírnak, ezek úgynevezett piszkos szerek, hisz a depresszió kezelésében fontos noradrenerg és szerotonerg reapték inhibíció mellett más mellékhatásokkal is bírnak, így antikolinerg, antiadrenerg, antihisztaminerg, antiszerotonerg mellékhatásaik is vannak, kardiális mellékhatásaik is vannak. Emiatt ugye egyre kevésbé használjuk ezeket az amúgy hatékony gyógyszereket, mint az amitriptilin, vagy az imipramint a depresszió kezelésében. Első választásként mondhatni, hogy gyakorlatilag a legtöbb ajánlás szerint és tankönyv szerint ugye a szelektív szerotonin reapték inhibitorokat ajánljuk, a citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, hatosból valamelyiket, amelyek ugye kedvező mellékhatás profilral bírnak, nem vagy alig rendelkeznek mellékhatással, amit meg lehet említeni, az a gastrointestinális mellékhatás, bizonyos betegek nehezebben tolerálják, émeigés, esetleg hasmenés, nagyon ritkán hányás, gyomortáji fájdalom az, ami bizonyos betegben jelentkezhet, illetve a szexuális diszfunkciók, amit még meg kell itt említeni azért, amelyek ugye mellékhatásként jelentkeznek, de összességében a betegek jól tolerálják, és mellékhatás nélkül ugye ezek a szerek jól adagolhatóak, a dózisok ugye itt látszanak. A tianeptin egy szelektív szerotonin reapték enhancer, amelynek ugye a neuroplaszticitás rá is van hatása, jótékony hatása, és ugye pont az ellentétes ugye a neurokémiai effektusa mind az SSRI-oknak, de a szerotonin diszregulációt befolyásolja, másrészt pedig a már említett neuroplaszticitásra való kedvező hatása mentén egy más támadásponton is ugye jól befolyásolja a depressziót. A szelektív noradrenerg reapték inhibitor reboxetint említeném. Az SSRI-ok mellett a második fő választási család, ugye a kettős hatású antidepresszívumok, a szerotonerg és noradrenerg hatásmechanizmusú szerek, mint a duloxetin, a mirtazapin és a venlafaxin. A kettős hatású dopaminerg és noradrenerg bupropion említhető még, vagy a reverzibilis maogátló, ugye moklobemid, ahol ugye a diétázásra nincsen úgy szükség, mint a klasszikus irreverzibilis maogátló esetében, és újabb terápiaként a melatonerg hatású antidepresszív agomelatin említhető, valamint a trazodon, ami a szerotonin antagonista és reapték inhibitor hatása révén fejt ki antidepresszív hatást. Tehát láthatjuk, hogy számos támadáspontú antidepresszívumok állnak rendelkezésre, és így a gyakorló klinikus, vagy az orvostalgató számára úgy rögzíthető ez a legegyszerűbben, hogy alapvetően az SSRI-ok majd
a kettős hatású antidepresszívumok azok, amelyek ugye első körben választásra kerülhetnek, és abban az esetben, hogyha ezek nem hatékonyak, akkor ugye választunk más hatásmechanizmusú szert. Ugye számos gyógyszer áll rendelkezésre, ugye klinikai szabály, hogyha egy hatásmechanizmusú szer ugye nem volt hatékony, vagy nem megfelelő hatékonysággal bírt, vagy a toleranciával volt probléma, akkor egy másik hatásmechanizmusú szert választunk. Az antipszichotikumokkal folytatva ezt a nagyon rövid pszichofarmakológiai áttekintést, ami kapcsán ugye utalok arra, hogy ugye önök gyógyszertan szigorlatra ugye részletesen ezeket a kérdéseket már megtanulták, tehát elsősorban csak néhány klinikai szempontra szeretném itt a mai előadásban fölhívni a figyelmet. Tehát az antipszichotikumokról ugye azt kell tudni, hogy elsősorban a szkizofrénia és az egyéb pszichotikus megbetegedések kezelésére ugye használatosak, Delé és Deniker nevéhez kapcsolódik ugye a klorpromazinnak a felfedezése, bevezetése 1952-ből, míg Janssen ugye a haloperidol felfedezését tette meg, és ugye így a fenotiazinok és a butirofenonok mind a két fő csoportja az első generációs antipszichotikumoknak azonosítható itt már. Ugye a klozapin volt, a Leponex az első, második generációs szer, ami már a 60-as évek végén ugye felfedezésre került, és az antipszichotikus hatása igazolt lett. És azt lehet mondani, hogy az első generációs vagy atipusos antipszichotikumok képezték a 60-as, 70-es években ugye az antipszichotikus medikációt, a klozapin volt az egyetlen második generációs szer, ami 70-es, 80-as években, 80-as évek első felében elérhető volt. Majd ugye a második generációs vagy atipusos antipszichotikumok a klozapin után, ugye a 80-as évek elején, közepén jelentek meg, ugye a risperidon, olanzapin és a többi második generációs antipszichotikum, amiről fogunk majd röviden értekezni, illetve megjelent egy harmadik generációja az antipszichotikumoknak, a parciális dopamin agonisták, és hát itt a gyógyszereket majd hamarosan át fogjuk tekinteni. Ugye azt kell tudni, hogy az első generációs antipszichotikumok alapvetően jól befolyásolják a pozitív tüneteket, tehát a téveszméket, hallucinációkat, szkizofréniában, pszichotikus betegségekben. Azonban a betegség negatív tüneteire sokszor kedvezőtlen hatásúak, tehát az affektív sivárságra, az anhedóniára, szociális visszahúzódásra nincsen megfelelő terápiás hatásuk, míg a második generációs és főként a harmadik generációs szerek már a szkizofréniának a negatív tüneteit, a affektív sivárságot, szociális visszahúzódást, emocionális visszahúzódást, alógiát, anhedóniát is ugye jól befolyásolják. Az első generációs antipszichotikumok receptor hatása az alapvetően a dopamin agonizmuson. Alapul ugye három agyterületen fejtik ki ezt a dopamin antagonista hatást, így a mezolimbikus területen, a nigrostriatális területen és a tuberoinfundibulális területen. A mezolimbikus pályarendszeren való dopamin antagonista hatás felelős ugye az antipszichotikus hatásért, a nigrostriatális területen levő dopamin antagonizmus extrapiramidális mellékhatásokat hozhat létre, míg a tuberoinfundibulális pályákon endokrinológiai mellékhatások, elsősorban amenorrea, galaktorrea szindróma jelentkezhet ennek a hatás kapcsán. Ugye még ezeknek a szereknek ugye muszkarinerg, M1 korinerg receptorgát látóhatásuk is van. A legtöbb első generációs antipszichotikumoknak kisebb vagy nagyobb mértékben van antikorinerg hatása, mindazzal ugye szájszárasság, vizeletretenció, glaukómás betegeknek nem adhatók, ami mellékhatásokat jelent, és amelyre oda kell figyelni. A hisztamin H1 receptorgátlás szedációban és súlygyarapodás mellékhatásokban jelentkezhet, míg az alfa-1 adrenerg receptorgátlás a hipotenziónak a háttere. És hát ugye látjuk azt, hogy ugye itt a fő antipszichotikus hatás, ugye a mezolimbikus területen kifejtett dopamin antagonizmus mellett számos más neurokémiai rendszer is ugye érintett, neurotranszmitter is ugye befolyásolt ezen szerek által, ami mellékhatásokat eredményez. Nagyon fontos, hogy tudjuk összegyűjtve az antipszichotikumoknak
és elsőbb az első generációs antipszichotikumoknak, de hát a bizonyos második generációs szerek, ezek közül is leginkább ugye a risperidon említhető, az extrapiramidális mellékhatásai, ezek az alábbiak, ugye az akut disztónia, ugye valamelyik izomterületen ugye egy tónusfokozódás, vagy tortikollisz jelentkezhet, vagy okulogóriás görcs, beteg néz fölfele, és nem tud ugye máshová tekinteni. Ez akár egyetlen tabletta haloperidol bevétele után is jelentkezhet egy-két órával, és nagyon riasztó lehet a beteg vagy a hozzátartozók számára, úgyhogy ez egy korai mellékhatásként jelentkezhet. Az akatízia egyfajta belső nyugtalanság, belső feszültség, a beteg nem tud ülni, folyamatosan sétálgat, szintén nagyon fontos. Ez elsősorban 5-6-7 nap után szokott jelentkezni, ha jelentkezik, és nagyon fontos, hogy tudjunk róla. Tehát, hogyha egy első generációs antipszichotikum adását követően a betegnek mondjuk a téveszmélyi hallucinációja mérséklődnek, azonban az 5., 6., 7. nap tájékán ugye nyugtalanná válik, rázza a lábát, folyamatosan sétálgatnia kell, és nem gondolunk arra, hogy itt akatíziás mellékhatásról van szó, hanem a gyógyszer tovább emeljük, és ezzel rontjuk az akatíziát, akkor a beteg együttműködését jelentősen ronthatjuk, illetve hogy a beteg állapota olyan belső feszültséghez is vezethető, akár szuicidiumot is megkísérelhet a páciens. A harmadik a Parkinson-szindróma, ugye a tremor rigor akinézis triászával, amely mind szekundér parkinsonizmus jelentkezhet az antipszichotikus kezelés mellett, és szintén súlyos és már későbbi mellékhatás a tardív diszkinézia, a orofaciális diszkinézis, a beteg csámcsog, nyelvét nyújtogatja, ilyen bizarr orofaciális diszkinéziseket mutat, ami sajnos szemben az első három mellékhatással, ami az antipszichotikum elhagyása után megszűnik, a tardív diszkinézia irreverzibilis strukturális károsodásként is jelentkezhet, tehát sajnos az antipszichotikum elhagyása után is a mellékhatás fennmaradhat. És a legsúlyosabb, az 5. extrapiramidális mellékhatás a neuroleptikus malignus szindróma, amikor hipertermiával, súlyos rigorral, a rigor kapcsán rabdomiolizissel, mioglobinúriával, akut veselégtelenséggel járó, később delirózus tudatzavarral vagy komatózus állapottal járó, súlyos intenzív terápiás ellátást igénylő kórkép jelentkezhet, ez a neuroleptikus malignus szindróma, úgyhogy a hőmérsékletnek az emelkedése a rigoros tónusfokozódással együtt, ugye mindig a klinikusnak eszébe kell, hogy ezt a szindrómát juttassa. Hasonlóan, ahogy egy intenzív terápián osztályon, vagy neurológia intenzív osztályon dolgozó orvosnak ugye tudnia kell erre a szindrómáról, ugye egy haloperidol depó injekciós terápiában részesülő beteget, ugye magas lázzal, tarkókötöttséggel, izomrigiditással ugye szállítanak be, és tudjuk azt, hogy a beteg haloperidol medikációban részesül, akkor erre a szindrómára gondolni kell. A laboratóriumi a diagnosztikájában a kreatinin kináznak, a CK-nak egy jelentős emelkedése az, ami a diagnózist igazolni tudja. Az első generációs antipszichotikumok közül azok, amelyeket itt említenék, és amelyek azért még elérhetőek, ugye haloperidol, klorpromazin, levomepromazin, tioridazin, flufenazin, cuklopentixol és a flupentixol. Ugye a flufenazin és a flupentixol depóformában elérhető jelenleg csak Magyarországon. A cuklopentixol tablettában is, depóban is, egy úgynevezett akutard injekcióban is elérhető. Az akutard injekció lényege, hogy egy injekció kb. 3-4 napig hat, és egy magas terápiás gyógyszerszintet biztosít, ezt elsősorban a bipoláris mániá terápiájában tudjuk jól kihasználni, míg a haloperidolt ugye nagyon sok pszichotikus állapotban alkalmazzuk átmenetileg még azért ma is. A második generációs antipszichotikumok receptorhatása az különbözik. Ezeknél jellemző, hogy szerotonin-dopamin antagonisták, a szerek egy jelentős része, mint a klozapin, a risperidon, az olanzapin, a kvetiapin, a paliperidon, amely ugye a risperidonnak egy aktív metabolitja, ez a 9-hidroxi risperidon, ami a különbség a paliperidon és a risperidon között, a paliperidonnak az interakciós potenciál lényegesen kisebb, mivel a vesén keresztül eliminálódik.
és ez kedvezőbb a risperidonnal szemben, az iprazidon, zotepin, lurazidon, szertindol, amely ugye emlékhetőek, mint szerotonin és dopamin antagonisták. Ismert még a másik generációs szerek között a szelektív D2-D3 antagonisták csoportja, az amiszulpid, szulpirid, tiapid, és a már az előbb ugye felkonferált harmadik generációs antipszichotikumok vagy parciális dopamin agonisták egy új hatásmechanizmusát képviselik ugye a antipszichotikumoknak, hogy a parciális agonizmus kapcsán ugye a hatás az, hogy agonista vagy antagonista hatást fejt ki, ugye ez a szinaptikus neurotranszmitter státusztól függő, tehát hiperdopaminer közegben ezek a szerek dopamin antagonistaként viselkednek, hipodopaminer közegben ezek a szerek dopamin agonistaként szerepelnek, mert hogy ugye alacsony az intrinzik aktivitásuk, és ennek kapcsán ugye teoretikusan és a gyakorlatban is ideális terápiáját képezhetik a szkizofréniának, ugyanis a ahogy majd a másik fél évben ezzel foglalkozni fogunk, a szkizofréniás betegek központi idegrendszerében, agyában vannak területek, ahol kevesebb dopamin van, főleg ugye a prefrontális, frontális régiókban, mind ami szükséges lenne, ez felelős a negatív tünetekért. Kognitív tünetekért, míg más területeken több a dopamin, a limbikus területeken, a striátum területén, amely a pozitív tünetekért felelős. És ez a fajta parciális dopamin agonista gyógyszercsalád jól befolyásolja ezt a fajta diszregulációt, ami a dopamin kapcsán fennállója, szkizofrén betegek központi idegrendszerében. A nevek alapján ABC szerekről beszélünk, aripiprazol, brexpiprazol, kariprazin. Ugye a kariprazin egy hazai fejlesztés, ugye Richternek egy gyógyszere, amely kifejezetten ugye a negatív tünetekre való jótékony hatását fejti ki. Az aripiprazol szemben nem csak D2, hanem D3 parciális agonista hatása is van. A beviteli formák az antipszichotikumok esetében lehetnek perosz, tehát tablettás formák, és vannak az úgynevezett hosszúhatási injekciók, amelyek azért kerültek kifejlesztésre, mert a szkizofrén betegeknek, a paranoid betegeknek, a pszichotikus betegeknek a betegségtudat hiánya miatt nagyon rossz a terápiás együttműködésük, a betegek egy jelentős része nem szedi be a tablettáit, ezért ugye kerültek ezek a depóinekciók kidolgozásra, amiből két hetente, három hetente, havonta ugye lehet egyet adni, és ez megfelelő gyógyszerszintet biztosít. És ugye első generációs depói készítmények a flupentixol, a flufenazin, a haloperidol és az uklopentixol, ami hazánkban jelenleg elérhető, míg a második generációs készítmények risperidol, olanzapin, paliperidol és aripiprazol, amelyek a második generációs szerek közül ugye érhetőek el depó vagy hosszúhatási injekció formájában. Kiemelném itt a paliperidont, mert az összes többi injekció az körülbelül havonta egyszer adandó. A paliperidonnak is van egy olyan kiszerelési formája, ami szintén havonta egyszer adandó, ez a Ceplion. Azonban létezik egy olyan formája a paliperidonnak, ami három havonta elégséges, hogyha adjuk. Tehát évente négy injekcióval egy szkizofrén páciensnek a terápiáját ugye biztosítani tudjuk. Ezt Reviktának nevezik ugye a gyári nevén ezt a készítményt, és ez egy jelentős áttörés a hosszúhatású készítmények területén. A következő a hangulatstabilizátorok, ugye ezt gyógyszertanból, pszichofarmakológiából tanulták, a lítium, a karbamazepin, valproát, ugye a klasszikus hangulatstabilizátorok, vagy fázis profilaktikumok más szóval. Később más antiepileptikumok is ugye fölzárkóztak, mint a lamotrigin, a gabapentin, topiramát, és tudni kell azt, hogy bizonyos második generációs antipszichotikumoknak is igazoltan van hangulatstabilizátor hatása, mint az olanzapinnak, az aripiprazolnak, az elnyújtott hatású, hosszúhatású risperidon injekciónak és a kvetiapinnak, és ez a széles spektrum a hangulatstabilizátoroknak nagyon fontos. Ugye a bipoláris betegségek fázis profilaktikumára használjuk ezeket, mániás depressziós betegeknek a következő mániás vagy depressziós fázisának a megelőzésére, ahogy ugye ezt önök tudják. A tradicionális, a gold standard, az arany standard szer, ugye a lítium, a bipoláris betegek tanulni fogjuk kb. 60-70%-a jó reagál lítiumra, azonban a lítiumnál ugye a terápiás ablak ugye szűk, ugye közel van a terápiás tartomány és a toxikus tartomány egymáshoz, és nagyon fontos a terápiás
a vérszintnek, a gyógyszer vérszintjének a folyamatos ellenőrzése, ami 0,6-tól 1,2 milliekvivalens per liter, vagy millimol per liter, és hát majd a bipoláris betegségről szóló előadásban ezekkel majd még foglalkozunk. Litium terápia előtt és alatt elvégzendő laboratóriumi vizsgálatokat, ugye sorolja fel ez a dia a részletekben, most itt nem mennék bele a tankönyvükben is, ezt megtalálják, de egy picit várok, és akkor ugye lehet látni, hogy a profilaktikus kezelés során, illetve a litium beállítás előtt milyen vizsgálatokat kell elvégezni. Szorongásoldók kapcsán, ugye, ami kiemelhető egyrészt a benzodiazepineknek a családja, amely aztán egy másik nagy család, ugye a szerotonerg hatású szerek, ugye az 5-HT1A parciális agonista, ugye buspiron, és a reapték gátló antidepresszívumok, ugye ez a három olyan gyógyszercsalád, amelyeket a szorongás oldásra ugye klinikumban tudunk használni, és ugye ez a táblázat után jól mutatja az anxiolitikus hatást, a szedatív hatást, vagy annak hiányát, motoros kognitív teljesítmény romlását, vagy annak hiányát, és egyéb mellékhatásokat. Ugye a benzodiazepinek a klinikai hatásait azért fontos megemlítenünk, ugye anxiolitikus, hipnotikus, antikonvulzív és izomrelaxáns hatással bírnak ezek a gyógyszerek, amelyeket mind a négy hatást a klinikumban, pszichiátriában, neurológiában kihasználjuk, és jelenleg ugye a nagy potenciálú klonazepám, alprazolam és lorazepám az, amit preferálunk. Az Alzheimer demencia kezelésére ugye szintén vannak gyógyszereink, így a kolinészteráz gátló, donepezil és a rivastigmin, vagy az NMDA antagonista memantin, míg a vaszkulás demencia terápiájában ugye szóba jöhet, bár kevés evidencia támogatja igazából kontrollált vizsgát, piracettám és a vinkocetin, ami bizonyítékokkal rendelkezik ez a ginkgo-biloba készítmény. A nem gyógyszeres biológiai kezelési módokra rátérve röviden ugye az elektrokonvulzív terápiát kell megemlíteni, ugye itt egy nagy magyar pszichiáternek, a budapesti klinikának a pszichiáterének a nevét, Meduna Lászlónak a nevét kell megemlíteni, aki felismerte ugye az epilepszia és a szkizofrénia között létező ugye, biológiai antagonizmust, felismerte azt, hogyha olyan szkizofréniás betegek, akiknek epilepsziájuk is volt, gyakran volt epilepsziás rohamuk, akkor a pszichotikus tünettan javult, abban az esetben, ha nem, akkor, és a pszichotikus tünetek rosszabbodtak, akkor pedig ugye kevesebb konvulziója volt a betegnek, és valahol ezt a kettősséget, ezt az antagonizmust, az epilepszia és a szkizofrénia között Meduna felismerte, és a gondolata az volt, hogy ha mesterségesen görcsöt próbálunk ugye kiváltani a pszichotikus beteg esetében, az vezet-e a pszichotikus állapot javulásához, és ezt ugye kámforral, kardiazollal és egyéb analeptikumokkal próbálta, és pozitív hatásokat talált, amik követően Cserletti és Bini olasz pszichiáterek vezették be a 40-es évek végén az elektrokonvulzív kezelést, amit régi nevén elektrosoknak is nevezték, tehát a megfelelő pontos megfogalmazás az elektrokonvulzív terápia. Jelenleg ezt rövid narkózisban, izomrelaxációban, anesteziológus segítségével végzik, uni vagy bilaterálisan lehet alkalmazni heti 2-3 kezelés, és egy sorozatban maximum 6-10 alkalommal. Tudni kell az elektrokonvulzív terápiáról, hogy számos intézetben használják, és találunk hazánkban is jó néhány olyan klinikát, kórházat, ahol nem kerül alkalmazásra az elektrokonvulzív terápia. Ez a mi klinikánkon is így van, de természetesen tudni kell erről, és számos más klinikán ugye, és más helyen ezt alkalmazzák. Indikáció leginkább ugye, a terápiarezisztens major depresszió és a kataton tünetek. Kontraindikáció közül a koponyavírus nyomásfokozódás, a friss miokardiás infarktus és az 5 hónapon túli terhesség említhető meg. A következő nem biológiai terápia az alvás megvonása, amit lehet totális, a beteget nem engedjük aludni, vagy pedig részleges, ugye inkább ez javasolt, amikor a pacienst fölébresztjük 2-3 óra körül, és jól alkalmazható az alvás megvonás, főleg ez a részleges alvás megvonás antidepresszív farmakoterápia kiegészítéseként, ahogy látjuk, hajnali egykor kell fölkelteni a beteget, és aznap este
20 óráig ébren van, heti két alkalommal célszerű, pszichotikus depresszióban és komorbid pánikbetegség esetében inkább ne alkalmazzuk ezt. A fényterápia szintén egy kezelési mód, ez 2500 lux intenzitású fénnyel való kezelést jelent naponta 2 órán keresztül, vagy 10.000 lux 20-30 percig reggel. Ugye ezt lehet kombinálni az alvás megvonással is. Szezonális affektív zavarban, vagy úgynevezett téli depresszióban ugye ez oki terápiát jelent, de kiegészítő kezelése lehet major depressziónak azon esetekben is, amikor nem a szezonális affektív zavar, tehát nem a téli depresszió áll fent. És a TMS, a transzkraniális mágneses stimuláció, amely a major depresszió esetében a frontális lebeny fölötti mágneses stimulációt jelenti, és egy új megközelítését jelenti a terápiarezisztens depressziónak, de a terápiarezisztens akusztikus hallucinációk esetén szkizofréniában is alkalmazásra kerülhet ez az eljárás. Az idegsebészeti eljárások közül ugye a léziós műtéti típusokat és a mélyegyi stimulációt kell és lehet elkülöníteni. Főleg idegsebészeti eljárások elsősorban terápiarezisztens esetekben, kényszerbetegség esetében, Tourette-szindróma esetében, ugye motoros és vokális tikzavar esetében, illetve terápiarezisztens major depresszió esetében jöhet szóba. És ezzel szeretném is megköszönni a figyelmüket, hozzátéve azt, hogy a tankönyvek külön fejezetben részletesen tárgyalják a különböző biológiai terápiákat, és a gyógyszertani ismeretekkel kapcsolatosan pedig szeretnék utalni az önök stúdiumaira a farmakológia területén. Úgyhogy ezzel megköszönöm a figyelmet.